Well, they are all focusing on the tower. They can see two. Now they can see one. And the rubber band went off. Újra jetskik motorzajától volt hangos a levelekító. A péntek reggeltől egészen vasárnap estig tartó Európa-bajnoki futamon és junior világbajnokságon minden kategóriában három futam döntött az érmek sorsáról. 20 nemzet versenyzői jöttek el erre az Európa-bajnokságra, ami problémát okozott, hogy előző héten Szardínia szigetén Olaszországban volt a világbajnokság első versenye. És azért ott néhányan, akik ott ütköztek, gépük tönkre ment, meg egyéb problémákkal küzdöttek, ők már nem jöttek el, tehát ez nagyon nehéz logisztikai feladat volt számukra, hogy akkor még onnan ugye kompal visszajönni a szárazföldre, onnan akkor ide Magyarországra eljönni, tehát nem jött el mindenki, akire számítottunk, de 20 nemzetversenyző itt vannak. A kilátogató nézők számos hazai versenyzőnek drukkolhattak a nemzetközi versenyen. A sportolók különösen a Ski GP 3 kategóriában jeleskedtek. Itt arra is nagy esély volt, hogy a dobogó mindhárom fokát magyar versenyző foglalja el. Végül a nyíregyházi születésű Jászai Csongor be is zsebelte az első helyet, a szintén magyar licenszel rendelkező Tomás Kette pedig másodikként zárt. Második futam után magyar 1-2-3 volt, mert Süli Csaba volt a harmadik helyen, és úgy nézett ki a dolog, tehát a start után ez a pozíció meg is volt, és utána kiderült, hogy a versenyigazgató egy vélt kiugrás miatt időbüntetéssel sújtotta, mint Tomás Kettét, mint pedig Süli Csabát. Úgyhogy hirtelenjében 1-5-6 lett az eredmény, és utána Tomás Kette valami hatalmas harcossággal felküzdötte magát a második helyre, visszavette a második helyet, Süli Csaba pedig a negyedik helyre jött fel. És így egy harmadik-negyedik helyen a portugál versenyző a holt verseny lett, és az utolsó futam eredménye döntött el, ahol ő ugye rosszabbul szerepelt, úgyhogy így végül is 1-2-4 lett a Ski GP 3 végeredménye. Jászai Csongor pedig ezt követően a Ski GP 2 kategóriában is remekelt, a három futam összesítése alapján a második helyet szerezte meg. A két Európa-bajnoki dobogós helyezés egyben azt is jelentette, hogy ő szerepelt a legsikeresebben a magyar versenyzők közül. A GP 3-as kategóriát azt meg akartam nyerni, ott az volt a cél. GP 2-es az egy belépő kategória volt számomra, először versenyeztem ebbe a kategóriában egy nagyobb, rangosabb eseményen. Ott a dobogót céloztam meg, de szerencsére mindkettőt sikerült elérnem. Úgy a GP 3-ast, ezt mind a három futamot meg tudtam nyerni. A GP 2-ben volt egy csata a második helyére egy észt versenytársammal, de egy nagyon jó rajtal előrébb tudtam kerülni a versenyen, és ezt a pozíciót meg tudtam őrizni egészen a verseny végéig, úgyhogy emiatt ott is sikerült ezt a második helyet bebiztosítani. A magyar versenyzők összesen 6 Európa-bajnoki érmet szereztek leveleken. Jászain és Ketén kívül Kassa György, Szabó Barnabás és Amanda Karasek állt dobogóra, míg az egyfordulós junior világbajnokságon Leó Kete megnyerte kategóriáját, Marvin Bohuslák pedig másodikként zárt. Az Európa-bajnokság záró futamát két hét múlva rendezik meg Litvániában.